első alkalom volt már a szezonban, hogy nem úgy sikerült a második fél időre, hogy ezt szerettük volna. Ez volt most ugye a Kaposvár ellen, és az első fél időben szerintem elég jól játszottunk, járt a labda, tényleg védekezés is elég jól ment, de aztán nem tudom, a második fél időben, nem tudom, bealudtunk, vagy elfáradtunk, nem tudom igazából, hogy mi volt, de nem úgy jött össze, ahogy azt szerettük volna. Hát igen, ugye Tamás bejött öltözőbe, és hát közölte velünk, hogy hát ez a szituáció van. Hát mindenki elkenődött igazából, és meg mindenkit ilyen pofoncsapásszerűen ért ez a hír. Elköszönünk mindenkitől korrekten, mi is elköszönünk tőle. Igazából egyelőre szerintem ugyanazt próbáljuk követni, ami eddig volt nagyjából a szisztéma. Az edzések ugyanúgy folynak igazából, próbálunk minél jobban pörögni edzésen, és azokat a hibákat kiavítani, amiket az elmúlt meccseken elkövettünk, főleg a támadó lepattanózásban kell sokat fejlődnünk, illetve hát a pick-and-roll játékokban, kizárásokban. Szóval az oroszlán már igen számos alkalommal bizonyította, hogy abszolút hely van az első osztályban, ezt a pozíciójuk is mutatja. Nagyon-nagyon jól játszanak csapatként, van egy-két extra légiósuk is, akik tudnak extrát hozni. Úgy gondolom, hogy a támadó játékunk az oroszlányban sem lesz gond. Mindenképpen a kulcs a jó érekezés lesz, a kellő agresszivitás, a támadó lepattanók megszerzése, és egyben a védő lepattanók megszerzése, és hogy ne adjunk ritmust az oroszlányoknak.